Na szasztok srácok, üdvözlök mindenkit, én Baluka vagyok, és itt vagyunk egy újabb videóval, és a mai videóban egy újabb vlog videóval jelentkezek nektek, és ez a vlog videó igazán rendhagyó lesz, mert hogy ez nem csak egy vlog videó lesz, hanem holnap is láthatok egy vlog videót, illetve azután is, azután is, azután is, és azután is. Vagy hát ötször. Végében, hogy mi lenne ez az egész, még télen, a téli szünet alatt Dani Channel kihívott engem erre az egyhetes vlog kihívásra, ami nálam nem egy hetes lesz, hanem csak 5 napos, ez ugye annak köszönhető, hogy én ma elutazok Gyulára, és igazából a vlog is ott fog játszódni. Viszont az utolsó 2 napos sajnos nem tudom veletek együtt eltölteni, mert hogy gólyatáborba fogok menni, mert ugye most ezek 9-es, és ugye a 9-eseknek van ilyen összeismerkedős gólyatábor, szóval én oda fogok menni, úgyhogy arról sajnos nem láthatok felvételeket, vagy hogyha láthatok, akkor nem biztos, hogy ilyen nagyon hűde nagy felvételek lesznek. Viszont ez most nem erről fog szólni, hanem arról, hogy elutazunk a Gyulára, és ezt a gyulai nyaralásunkat 5 napon keresztül megígérem nektek, hogy minden nap fogunk valami extrémet csinálni. Talán a mai napon nem, de lényegében ez most egy ilyen felvezető lesz az egészre. Nézzük meg, hogy mennyire tetszik nektek, és hogyha esetleg így van, és szeretnétek még azt, hogy holnap jelentkezzek reggel 10 órakor is egy videóval, akkor kérlek már most nyomjátok meg a lájkot. Viszont most húzunk Gyulára, majd jelentkezek. Ciao. Viszont mielőtt útnak indulunk, szerintem pakoljunk be. Na lássuk akkor, mit kell vinnünk az utazásra. Hát szükségünk lesz ugye a kamerára. Egy állványra, egy gorillapodra, végső helyzetben egy stabilizátorra, töltőre, még egy töltőre, esetleg valami nagy dolog esetén még egy állványra, na meg hát vágásnak egy laptopra. Úgyhogy lényegében ez lenne az én kis setupom. Na várj, pontosabban nem. Mert hogy itt van még ez a kamera is. Most pedig indulás Gyulára. Mint ahogy mondtam, még fogok jelentkezni, amíg ugye anyum bement matricát vásárolni, nem tudom melyik autópályára, de az a lényeg, amíg bement, addig én gyorsan el szeretném nektek mondani pár fontos információt, mint például mondjuk azt, hogy igazából én már valamilyen szinten jártas vagyok Gyulán, és ez igazából abból következtethető, hogy hát ha nem is minden évben, akkor minden második évben tudunk menni, mert van ilyen üdülési jog, vagy nem is tudom, hogy minek mondja még annó Déditől, mert mindenkitől. Úgyhogy milyenkor kiéljük a lehetőséget, és ahhoz képest, hogy valójában, hogy nem egy csúcs szuper szállodára kell számítani, ahhoz képest nem rossz, és szerintem nagyon király kis időtörtés, de aztán majd úgyis mutatok mindenféle felvételt. Na, irány Gyula! Nos, hogy mielőtt odaérnénk Gyulára, még előtte benézünk, mert Szarvason itt található egy ilyen mini Magyarország makett park, vagy valami ilyesmi. Pontosan ez, nem tudom mennyire látjátok. Hát igazából, hogy mit kell erről tudni, lényegében igazából ilyen magyarországi nagy építmények, mint például Lánchíd, akkor a Kecskeméti, nem tudom, Cifrapalota, vagy miket láttam itt a neten, mert rákerestem, hogy mégis azért milyen ez a dolog. Szóval egy ilyen mini makett parkhoz fogunk most ellátogatni, mielőtt odaérnénk Gyulára, úgyhogy ez lesz az első ilyen program. Tényleg, hogy kívánok a felnőtt és kibiáltalás. Na, benne is vagyunk a parról, és akkor nézzük meg, hogy miket láthatunk itt. Igazából amiket mondtam, azokat már lényegében látom is, mert hogy itt ilyen hidakat, szerintem ez a Völgyhíd, de nem biztos, hogy ez az. Szóval végignézzük ezt az egész kiállítást, hogyha lehet ezt így mondani, és hát vágok be mindenféleképpen vágó képeket. Really nigga. És lényegében az egész olyan hatalmas nagy park, ahogyan láthatjátok tényleg a felvételekről, hogy annyi ember és akkora nagy terület, ha jól hallottam, pontosabban a Wikipédián jól olvastam, akkor mindegy 82 hektáros ez az egész, és ez a része igazából csak a mini Magyarország makett park, úgyhogy ennek az egész nagy szarvasi arborétumnak van egy hatalmas nagy területe. Pontosan nem tudom, hogy ez mennyi, ez biztosan nincsen 82 hektár, de ez is azért elég nagy, és nagyon szépen, gyönyörűen meg van csinálva. Most pedig azt várom, hogy végre jöjjön a vonat.
Lássuk meg, hogy igazából nekem az az egyetlen nagy szerencsém, hogy minden nap fel tudok tenni nektek egy videót. És ezek a videók sem ígérem, hogy nagyon rövidek lesznek, mert hogy annyi minden van, amit le tudnék nektek vlogolni, és olyan hosszú videókat tudnék ebből mind csinálni. Például, ha az egészet egy nagy videóba tenném fel, az biztos, hogy lenne egy 2 órás tömény vlog videó, viszont ez így a legkirályabb, hogy minden nap egy olyan jó 10-15 perces vloggal tudok jelentkezni nektek. Viszont most megkeressük valahol Muterékat, mert aztán szerintem lassan indulunk is tovább. Na jó, a srácok, lényegében ennyi lett volna ez a miniatűr parkos blokk ebbe a vlogba, úgyhogy most már ténylegesen megyünk tovább Gyulára. Paraszt vagyok, tanyán lakok, van egy nőm, meg egy traktorom, szántok vetek. Ott lesz valahol a találkozó. Really, nigga? Srácok, megérkeztünk, és igazából kicuccolunk, aztán pedig már megyünk is be, és körülvezetlek titeket mindenütt. Már egy pár perce megérkeztünk, és igazából ahogy megjöttünk, egyből ledöltem az ágyamra. Igazából mondtam, hogy lesz ilyen mini room tour, de hát ezt inkább most kihagyom, mert lényegében ez... Szóval lényegében ez tényleg nem azt a célt szolgálja, hogy itt ez ilyen hú, de nagy luxus szálloda lenne. Igazából ami kell, az megvan, ágyak vannak, nem olyan rossz. Szóval igazából ez lenne az a szoba, amit mi kaptunk. Tévé is van, szekrény, minden klíma. Tehát, hogyha kijebb jövünk, akkor egy ilyen tök jó kis erkélyt láthatunk. Igen, most kicsit fehér leszek, de nem is olyan fehér. Na mindegy, szóval tényleg ez arról szól, hogy ilyen kis kikapcsolódás. Igazából én nem tudom, hogy mennyit leszek itthon, mert én szeretnék most inkább vlogolni nektek és bejárni az egész város. Minden nap valami érdekes dolgot fogunk csinálni, és ugye ezt megígérem nektek, ugye ezért csinálom most is a napi vlogot, hogy ugye minden nap valami érdekességet csinálunk, és ez szerintem tök király lesz így. Szóval majd tényleg körbevezetlek titeket. Meg elmondok minden kis információt, amit tudok a helyről. Fel is raktam gyorsan töltőre a laptopot, és amint végeztem a kajálással, el is kezdtem megvágni a videót. Elkezdtem megvágni az adást, és ahogy itt láthatjátok a laptopon, már nem is olyan rosszul haladok, sőt, eléggé jól haladok. Ez alatt a 2 óra alatt végig töményen vágtam, közben amúgy akartam csinálni egy nagyon jó kis timelapse-et, csak ugye azt próbáltam imitálni, hogy a házon az árnyék egyre nagyobb lesz, és igazából így egyre jobban látszik az, hogy telt egy kicsit az idő. Bár ennek a napi vlogolásnak a végére már valószínűleg rá fogok jönni az apró ilyen kicsi csínyekre. Most viszont ugye láthatjátok, hogy itt van egy ilyen, hát nem feltétlenül férfias fejhallgató. Ez igazából a húgomé, és azért használom a húgomnak a fejhallgatóját, mert hogy én sikeresen otthon hagytam az enyémet. Ezt a hibát már elkövettem akkor, amikor a focis videót vágtam meg, mert hogy azt sem otthon vágtam meg, és már akkor is elfelejtettem magammal fejhallgatót hozni, úgyhogy továbbra is ezzel a kicsikével fogok vágni. Illetve, hogyha már technikánál tartunk, akkor azt még el kell mondanom, gyorsan akkor be is megyek, jönem, mert a kocsiba hagytam. És ha már itt a technikánál tartunk, akkor azt még gyorsan elmondanám, hogy láthatjátok a videó elején 3 állványt hoztam. Az egyik állvány, amivel jelenleg most tartom a kamerát, az kérem szépen el van törve. Körülbelül 1,5 évig használtam ezt az állványt, majd egyszer egy forgatáson eltört, úgyhogy muszáj voltam megvenni azt a nagy állványt, amit ugye már láthattatok. Azzal a nagy állványjal egyetlen egy problémám volt, nem találtam meg azt a részét, amire rá kell csavarozni a kamerát. Most, hogy ezzel mi a probléma? Csak ezt az állványt tudnám használni, illetve a kis gorillapodot, amit nemrég vettem. Na és ebben az a legnagyobb hátulütő, hogy a kis gorillapodnak is elhagytam, nem tudom hol van a vége, szóval ezzel a törött állványjal kell vlogolnom. Na de mindegy, most túl fogunk esni ezeken a kis problémákon. Hogyha ezzel a nagy állványjal nem bírom, akkor valószínűleg fogok venni egy selfie botot, bár ezt a kamerát nem bíznám egy selfie botra, de hogyha muszáj, akkor sajnos muszáj. Viszont most hagyjuk ezt a technikai részt, és elmegyünk a városba, bevásárolunk, és kicsit megnézzük a belvárost. Oh,
kokoszos puncsot, egy vaníliát és egy citromot szeretnék. Az idei gyulázás első fajlátja következik. Nos, hát lényegében megérkeztük ide a főtérre, és igazából ez lenne az a főtér, amiről olyan sokat beszéltem, és olyan sokat hallhattatok már. Bár most ezek a szökőkutak éppen nem működnek, de hát most nem is fogom megvárni, viszont az egyik idefele vezető vágóképen mutattam nektek, hogy valami lesz itt, és ez nem más, mint egy közönség találkozó. Viszont erről sem is többet most még nem tudok beszélni, viszont egy pár perc, és itt lesz Patrik. Patrik az a személy, aki a live-omban volt tegnap előtt, és vele meg fogjuk beszélni ott a hamburgerbárba, és pontosítjuk az adatokat, mert a srácok lehetséges, hogy lesz egy közönség találkozó így Gyulán. Egy pár perc, és itt lesz Patrik, addig pedig vágókép. Vamos. Sure, tell me the Na annyi van, megjött Patrik, úgyhogy most tárgyalunk egy kicsit, megbeszéljük az adatokat, hogy mégis akkor hol, mikor lesz ez a találkozó, aztán pedig jelentkezünk. És meg is jött a kaja? Most pedig akkor dumáljuk meg. Na szóval srácok, abban maradtunk, hogy 26-án délután 5 órától lenne megrendezve ezen a helyszínen ez a kis találkozó. És igazából itt lenne velem Patrik. Patrikról már előbb láthatatok felvételeket, és most ő a drága operatőröm. Illetve majd a leírásban leteszem még pár információt, a helyet lerakom, teszek képeket, lerakom a pontos helyszínt, illetve minden információt leírok a leírásba. Illetve ezt a videót most azért az iPhone-nal veszik fel, mert a kamera sikeresen felmondta a szolgáltat, és teljes mértékben lemerült. Úgyhogy még egyszer fontos információ, 26-án délután 5 órától itt a gyulai világóránál, és valahol itt leszünk, itt lesz Patrik és én, és gyertek és találkozunk. Illetve még ugye annyi lenne a fontos információ, hogy Instagramon és Facebookon is fogom ezt az eseményt hirdetni, illetve csinálni fogok neki egy Facebook eseményt, ahol ugye ti is be tudtok jönni, és nyugodtan nyomjátok meg az ott leszeket, hogy ez érdekel, és akkor látom ebből, hogy ki az, aki ott lesz, és ki az, akit érdekel. Innentől pedig most már csak otthon fogunk jelentkezni, mert nem szeretnék többet iPhone-nal videózni. Na jó, van srácok, lényegében hazaértünk, viszont én nem húzom tovább a szót, hogy tetszett ez a vlog videó, és szeretném, de még vlogokat látnak csatornánk, akkor kérlek, jelezzétek ezt egy hatalmas lájkkal, iratkozzatok fel és osszátok meg, illetve akkor is lájkoljátok, hogyha szeretnétek, hogy holnap reggel jelentkezzek 10 órakor. Szóval srácok, én Baluka voltam, webshop link és Instagram len van a leírásban, kérlek kövessetek be, holnap reggel 10-kor találkozunk, sziasztok!